mártonnapi és a hozzá kapcsolódó újbor hagyományát tápolták a vármegye több településén, itt többek között Bonyhádon is. Mint a szakértőtől megtudtuk, az újbor hagyománya a régmúlt időkre vezethető vissza. A mártonnapi borkultúra ez nagyon régi időre eredeztethető vissza, hiszen Márton püspök annak idején gyakorlatilag úgy vált püspökké is, hogy őt, ahogy meg akarták választani, gyakorlatilag elbújt a libák holjába, és a gágogás árulta el. Viszont ami ide köthető nép történetileg is, hogy a szamarát kikötötte egy szőlő, elhanyagolt szőlőhöz, és hát ezt a szőlőt előtte nem művelték nagyon, hanem ez csak úgy vadon ott el volt, és a szamár állítólag ugye szépen lerágta ezeket a leszőket, és rájöttek az emberek, hogy később ez a szőlő növény sokkal erősebben kezd teremni, és sokkal jobb minőséget tudnak róla születelni. Hát a meccést ide eredeztették vissza, ez a néphagyomány, és ez az elmúlt évszázadoknak a története erről. Viszont itt, ahogy már elhangzott, gyakorlatilag az újbor ilyenkorban olyan állapotban, amikor már tényleg tudjuk kóstolni, és igaz, hogy a vörösboroknak most kicsit visszaszorult a fogyasztása, de a vörösborok is már ebbe az időben, novemberben már vannak olyan állapotban, az első fejtett vörösborok, hogy már érdemben lehet kóstolni, illetve a gazdák ilyenkor összejönnek, és egymásnak őszintén elmondják a véleményeiket a borról, őszintén megbeszélik azokat a dolgokat, hogy mi az, amit kellene tenni a pincében, mi az, amivel még előre tudják vinni a boroknak a minőségét. Úgyhogy a fehér borok, rozé borok mellett a vörös borokat is ilyenkor már lehet fogyasztani, lehet kóstolni. Ezért is tartja a néphagyomány, hogy aki mártonnapján új bort nem iszik, egész évben szomjazik. Ilyenkor van az az időszak, amikor gyakorlatilag a szőlőben a munkák lezárulnak, és kezdődnek a pincében az aktívabb tevékenység, ugye ilyenkor már gyakorlatilag a szőlő megpihen, a levelek lombozat lehullott, és gyakorlatilag elkészülnek az új borok, az első fejtése megtörténik, és most már eljutnak egy olyan állapotba, egy olyan tisztaságra, hogy meg lehessen azokat a borokat kóstolni, és gyakorlatilag ilyenkor ülünk össze, és megkóstoljuk egymásnak az idei évi termését. Az idei évi szőlőtermesztési szezonról Vargyas Gergő elmondta. Küzdelmes év volt a szőlészek számára, főleg a tavasz időszaka nagyon sok csapadék miatt nagyon nagy kívások elé állította a szőlőtermelőket. A peronospora és a lisztharmat nagyon komoly ellenfelünk volt idén, főleg így a kritikus virágzás időszakban, de aki ügyesen tudott odafigyelni a szőlőjére, és megfelelő permetszereket tudott szerezni, sok permetezés ugyan meg tudta védeni a szőlét, és akinek sikerült megvédeni, annak nagyon jó minőségű termése lett az év végére. Úgyhogy a évjárat ügyében szerintem egy nagyon kecsegtető évjárat lesz az idei. Köllerné Kokk Ilona, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megjegyezte, hogy a program az előző évben elásott palackbor elővételével kezdődött. A mi környékünkön nagyon sok evangélikus település van, és még ide a Völcsékhez tartozik Mórágy is, és ezek a települések döntő többségben mártonnaphoz közelebb eső hétvégén ünnepelték a búcsút. Ez egy nagyon régi szokás, amit az őseink magukkal hoztak Németországból, és amikor a templomot felépítették, akkor egy búcsút tartottak, viszont az 1800-as évek közepén egy császári királyi rendelettel megtiltották azt, hogy dologidőben búcsút tartsanak, tehát egy nagy rendezvény, és ezért az evangélikusok és a reformátusok áttették őszre, tehát novemberre ezt a búcsút, amikor már a munkának vége volt, a betakarítás megtörtént, és egy nagy ünnep volt, egy 2-3 hetes ünnep. Először volt egy kis búcsú, valamint volt a nagy búcsú, amire nagyon készült az egész család, az egész falu nagyon készült. Kitakarítottak a házakat, és sütöttek, főztek, és ilyenkor összejött az egész rokonság, még a messzi településekről is eljöttek látogatóba, és egy 3 napos búcsú volt a fő búcsú, amikor a fiú
fiúk kiválasztottak egy lányt maguknak, aki a búcsos lány volt, a búcsos lány pedig elkészített egy kalapot, feldíszített egy kalapot a fiúknak, és a fiúk pedig elmentek zeneszóval a lányos házhoz, és elhozták a kalapokat, utána elmentek a település, általában a település kocsmájához, vagy a boltjához, volt egy nagy hely, a búcsúfát kitáncolták, azon volt egy válkendő, a válkendőt a fiúk szerezték be néhány héttel korábban, ez egy kázsmérkendő volt, és az volt az érdekes, hogy amikor a búcsú bál volt, akkor kisorsolták ezt a kendőt. Nekünk van is egy ilyen táncunk, a búcsús tánc, tehát ezt végülis a katolikusoknál is ünnepelték, csak nem ilyen nagyban, mint nálunk itt a reformátusok és az evangélikusok. Ezt évek óta megünnepeljük Bonyhádon. 1991-ben a Hekvánc Néptánc Egyesület elevenítette fel ezt az evangélikus búcsút. Ők már nem táncolnak, ezek a táncosok, és most már több éve a Krenclány Néptánc Egyesület folytatja ezt a szép szokást. Ezt a hagyományt viszik tovább Bonyhádon és Hidason is.